Üdv mindenkinek ismét a legújabb általam készített legós figurák bemutatójánál. A következő alanyunk Maximal Hikari. Ő is az Animal World nevű történetemben szerepel, akárcsak szilagol. Ő is egy állattá képes átalakuló Maximal. Átalakulni képes Maximal. Ő egy női karakter. Tudja mozgatni itt a szárnyait, csak nem éppen masszívan megszerkesztett, sajnos, viszont muszáj volt, hogy így legyen, mivel női karakter, ezért próbáltam úgy megépíteni a robot formáját, és a feje is ezért ilyen érdekes. Alakítsuk is át, hogy megnézzük, hogy néz ki. Először is ezeket a kicsi madárlábakat, rendes emberlábakkal kinyitjuk. Hogy meg tudjon állni rajtuk szépen. Ahol meg kell igazítani, különben szegény zakózni fog. Rendben. Karjait lenyitjuk. És a fejét is elforgatjuk. Picit fejet adtam a kamerát, hogy lehessen látni. Ő pedig itt Hikari robot formája. Sajnos azért kell fognom, mert... Ja, nem kell fognom. Csak eléggé instabil, egy picit már meglököm, már dőlne el. Nem dőlne. Jó, akkor nem. Mint látjátok, próbáltam nőiesre megalkotni a karakternek a testfelépítését. Ez a madár formában megmaradt farktól. Ilyen a kezei. Itt vannak rögzítve, ilyen kis fekete LEGO alkatrészekkel, technik LEGO alkatrészsel. A szárnyai miatt ezért lehúzza egy picit keze. Ha akarjuk, ezeket a tollakat úgymond le tudjuk szedni, és a karjára tudjuk tenni kartként. Silver Wolf és Silver Bottal ellentétben sajnos a lábait kivéve, mert az jó mozgatható, a kezei eléggé merevek lettek, viszont muszáj volt, hogy összecsukódásnál, ugye madárformába átalakulásnál fontos, hogy jól elférjenek, ezért terveztem meg így. A korábbi verziónál állandóan leestek a kezém, mert csak egy picike-picike LEGO butyök tartotta. Viszont sikerült kicserélnem, és így született meg ez a figura. Ő lett volna Maximal Hikari. Remélem, hogy tetszett a videó. Nem tudom úgy befejezni, meg sem ment megint a kamerát véletlenül. De remélem, hogy azért tetszett a bemutató, és a legközelebbi videóig. Sziasztok!